gyomok elleni védekezés. Fűféle gyomok ellen, vagyis általában ez a gabonaárva keléseket takarja, valamilyen speciális egyciklírtó készítmény alacsonyabb dózisával mennek ki, ha a gyökérváltás még nem történt meg ezeken a gyomokon. A széles levelű gyomok esetében ketté választanám a kérdést. Vannak ugyanis a nyáron csírázó gyomok, T4-es gyomok. Ezek mindenki által ismertek, disznóparé, libatop, parlagfű, csattanómaszlag, szerbtövis, selyemmájva. Meglepően nagy számban fordulnak elő a repcében. Sajnos az a baj velük, hogy nem tudjuk minden esetben megvárni, amíg kifagynak az állományból, ugyanis sok vizet, tápanyagot és fényt vesznek el a repcénktől, ami abszolút nem hasznos. Egyes mérések szerint ez a terméskiesés akár 400 kg is lehet hektáronként. A széles levelű gyomok másik része az ősszel csírázó T1-es, T2-es gyomokat takarja. Veronikák, pásztortáska, pipacs, tyúkhúr, galaj, zsomborok, epszikfű, árvacsalán. Ezek a valódi repce és gabonagyomok. Ha a széles levelű gyomokat nem takarítjuk ki a területből, ezek mérhető terméskiesést okoznak. Tavasszal a gyomirtós kezelések sosem olyan hatékonyak, mint az ősszel jól megcsinált kezelések. Ha túl sok a gyomnövény a területen, a repce nem a karógyökér fejlesztésével lesz elfoglalva, hanem ki akar nőni a gyomok közül, felnyurgul, és nem lesz olyan télen. Ez nem jó nekünk.